Tisztelt vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket a Semmelweis Egyetem Hála koncertjén. Engedjék meg, hogy röviden ismertessem a programot. Koncertünket Ludwig von Beethoven István király nyitányával kezdjük, az Egyetem medikus zenekarának előadásában. Majd dr. Merkeli Béla rektor köszöntő beszédét hallhatják. Ezt követően a Semmelweis Egyetem COVID hősei számára készült 2 perces köszönetfilm vetítésével folytatódik a program. Majd a Semmelweis Egyetem medikus zenekara Antonin Dvorák új világszimfóniáját adja elő. Vezényel Dubóczky Gergely. Jó szórakozást kívánunk!
Felkérem dr. Merkeli Béla rektor urat köszöntő beszédének megtartására. Tisztelt egyetemi polgárok, tisztelt vendégeink! Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Széchenyi István szavai a mi életünkben még talán soha nem bizonyultak annyira igaznak, mint az elmúlt másfél évben. 2020. március 4-e fordulópontot jelentő dátum, amelyet még jó ideig nem fogunk elfelejteni. Ekkor diagnosztizálták az első két COVID-19-es beteget Magyarországon, akiknek egyike egyetemünk hallgatója volt. Az azóta eltelt időszakban a Semmelweis Egyetem sok ezer polgára vett részt nap mint nap a COVID-19 pandémia elleni küzdelemben, amelynek az első pillanattól kezdve az élére álltunk. Tettük ezt méltó módon 250 éves történelmünkhöz, az orvosi és egészségtudományi képzésben, betegellátásban betöltött hazai és nemzetközi vezető szerepünkhöz hűen. Ez nem választás kérdése volt, hanem magától értődő kötelesség. Felelősségvállalás hallgatóinkért, valamint betegeinkért, és társadalmi szerepvállalás hazánkért. Az elmúlt másfél év során minden időszaknak megvolt a maga feladata és kihívása. Nem tudunk elégszer köszönetet mondani munkatársainknak és hallgatóinknak, hogy az első pillanattól kezdve bizalommal álltak az egyetemi vezetés mögé. Áldozatvállalásukkal, segítőkészségükkel lehetővé tették, hogy helyt álljon egyetemünk ebben a folyamatosan változó, határozott döntéseket és rendkívül gyors lépéseket kívánó helyzetben. A pandémia kezdetén az első pillanatban egyetemi járványügyi bizottságot hoztunk létre, amely a legnehezebb időszakokban a hét minden napján ülésezett. Ugyanakkor országos szinten is kiemelt szerepet vállaltunk, az általam vezetett négy orvosképző egyetemet, neves klinikusokat, infektológusokat összefogó klinikai járványelemző munkacsoport nem csak a kormány és az operatív törzs munkáját támogatta, de platformot biztosított az egyetemek közötti tudásmegosztáshoz is. Az első hullám során a hazai védekezésben meghatározóak voltak az egyetemünk által vezetett országos reprezentatív koronavírus szűrővizsgálat eredményei. A Hankaver vizsgálat a négy orvosképző egyetem és a KSH együttműködésével az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával jött létre. A Semmelweis Egyetem elsőként biztosította egyetemi polgárai számára az ingyenes PCR vizsgálatokat. 2020. december 26-án pedig az elsők között adtunk be a klinikai dolgozóknak a koronavírus elleni védőoltást, később nálunk kezdődött el elsőként a kismamák vakcinációja. Azóta is az ország egyik legnagyobb oltópontjaként működünk. A Semmelweis Egyetem polgárai a mai napig mintegy 377 ezer védőoltást adtak be. A betegellátás terén az egyetem az ország egyik legnagyobb kijelölt COVID-19 ellátójává vált. Egy év alatt több mint 6000 COVID-dal érintett fekvőbeteget és 6000 járóbeteget kezeltünk. Volt olyan időszak, hogy egy időben 720 COVID-os beteg feküdt klinikánkon, közülük több mint 120-an intenzív osztályon. Nagyszámú fertőzött gyógyítása érdekében a teljes betegellátásunkat át kellett alakítanunk, és ez nem valósulhatott volna meg klinikáink példamutató együttműködése nélkül.
A gyógyító munka során kihasználtuk, hogy szakegyetemként a legmodernebb technikákkal is rendelkezünk, így például mi végeztünk legnagyobb számban a COVID-betegek ECMO, vagyis úgynevezett műtüdő kezelését. Élen jártunk a hallgatói önkéntességben is. A pandémia kezdete óta több mint 4000 hallgatónk vett részt a tanulmányaik mellett a járvány elleni védekezésben. Ott voltak a betegágyaknál, a PCR szűréseknél és az oltópontokon is. Aktív szerepet vállaltunk a járvánnyal összefüggő tudományos munkában. Emellett felelősséget éreztünk az emberek tájékoztatásában is. Hiszem, hogy egyetemünk hiteles kommunikációja hozzájárult a lakosság együttműködésének növeléséhez. Amikor láttam, hogy a harmadik hullámot már sikerül leküzdenünk, elkezdtem számba venni, hogy kiknek köszönjük meg kiemelten az áldozatos munkát. Csak a munkatársaink körében 4000-ig jutottam a számolásban, és a hallgatóink közül még ugyanennyien, vagyis összesen 8000-en kapnak Semmelweis hőse elismerést egyetemünkön. De mindenki mást is köszönet illet, aki részt vállalt a vírus elleni küzdelemben. A járvány kezelése során talán soha nem látott szintű együttműködés és összefogás alakult ki egyetemünkön. A Semmelweis polgárok a hallgatóktól, a rezidenseken át, az orvosokig, szakdolgozóig, oktatóig, a háttértámogatást nyújtó munkatársakig egy emberként készen voltak tehetségük, idejük, erőfeszítésük legjavát adni. Bebizonyítottuk, hogy együtt bármire képesek vagyunk. A negyedik hullám kihívásával úgy fogunk megküzdeni, hogy teljes erőbedobással látjuk el a többi nem covidos betegünket, jelenléti oktatást végzünk és folyamatosan kutatunk. Mindennek köszönhetően a Semmelweis Egyetem hazai és nemzetközi szinten is megerősödve kerül ki az elmúlt időszak kihívásaiból. A világjárvány egy számunkra kiemelten fontos történelmi időszakban egyetemünk fennállásának 250 éves évfordulóját ünnepelve ért minket. Hiszem ugyanakkor, hogy ebben a rendkívüli helyzetben nem tudtunk volna méltóbb módon tisztelegni múltunk előtt, mint azzal a helytállással, amit hallgatóink és munkatársaink mutattak és mutatnak folyamatosan. A COVID elleni küzdelem elődeink nagy történelmi időszakokban mutatott helytállásához hasonlóan méltó módon kerül be egyetemünk történetébe. Mindez egy komoly erőt és erős alapot ad nekünk ahhoz, hogy megkezdjük közösen egyetemünk következő 250 évét építeni. Köszönöm. Köszönjük, rektor úr! Kérem, fogadják szeretettel a COVID-ellátásban élen járó munkatársaink számára készült köszönet kisfilmünket. Az új típusú koronavírus rövid idő alatt világszerte milliókat fertőzött meg, hatalmas kihívás elé állítva az egészségügyi és egészségtudományi intézményeket, így egyetemünket is. A Semmelweis Egyetem klinikáin egy év alatt mintegy 12 000 fekvő és járóbeteget láttunk el a COVID-19 fertőzéssel összefüggésben. Hálás vagyok orvosainknak, ápolóinknak, szakdolgozóinknak, akik hősiesen, fáradtságot nem ismerve végezték gyógyító munkájukat. Köszönet illeti a hallgatóinkat és rezidenseinket is az elkötelezettségükért.
Köszönjük a konduktoroknak, az egyetemi óvodák és iskolák munkatársainak, hogy vigyáztak gyermekeinkre, míg orvosaink és szakdolgozóink a járvány megfékezésén dolgoztak. Köszönjük a háttértámogatást nyújtó szervezeti egységeknek és az adminisztratív feladatokat ellátó kollégáknak, hogy biztos bázist jelentettek a nehéz időkben. Köszönet illeti az oktatókat és a kutatókat is. Tudásukra és rugalmasságukra különösen nagy szükségünk volt az elmúlt másfél évben. Hála illet minden Semmelweis polgárt, aki részt vett a járvány elleni harcban. Ez csak közösen sikerülhetett. Köszönöm. Tisztelt vendégeink! Fogadják szeretettel a Medikus zenekar előadását. A 2008-ban alakult zenekart a Semmelweis Egyetem és más hazai felsőoktatási intézmények egykori és jelenlegi hallgatói alkotják. A főleg szimfonikus felállásban működő együttes nem csupán az egyetemi rendezvények rendszeres fellépője, hanem önálló hangversenyeket is ad itthon és külföldön egyaránt. A zenekar nagy sikerrel szerepel többek között Svájcban, illetve a Budapesti Zeneakadémián adott eddigi két jótékonysági koncerten. A Medikus zenekar ezen különleges alkalomból Antonin Dvorák új világszimfóniáját adja elő. Vezényel Dubócki Gergely. Jó szórakozást kívánunk a műsorhoz!